Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban. Nagy éve tanárnővel beszélgetünk, hiszen karácsony előtt mindig meg szoktuk látogatni önöket, hisz minden alkalommal beszámolunk arról, hogy gyűjtenek az erdélyi és kárpátaljai gyerekeknek. Úgy tudom, hogy a vödrök már úton vannak. Igen, a múlt héten az egyházközséggel közösen és az intézményekkel közösen, a református intézményekkel, az általános iskolával és a gimnáziummal közösen gyűjtöttük a kékvödrökbe a élelmiszereket és a tisztasági dolgokat. Ezeket kivitték már Kárpátaljára az ottani magyar családoknak. Nagyon örömünkre szolgál, hogy most is kb. 30-40 vödröt tudtunk megtölteni. Azért mondom így, mert 25 vödröt kaptunk, és sokkal több dolgot vittünk át a hivatalba, úgyhogy biztos, hogy nagy örömöt tudunk ezzel is szerezni. Hányadik alkalommal csatlakoztak már ehhez a segítséghez? Ez volt a harmadik alkalom, amikor a kékvödör akcióban is részt vettünk. Ugye ezt a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezi, és örülök neki, hogy Karcagon is vannak olyan emberek, akik gondolnak a határon túlélőkre. És hát itt pedig dobozolunk a gimnáziumban. Ezek a dobozok azonban máshova mennek. Így van, ezek a dobozok Erdélybe mennek a vasárnapiskolás gyerekekhez. Konkrétan Belényes környékére, ott 5 településre. Most már 5 településen tartunk foglalkozásokat havonta, és több mint 100 gyerek jár ezekre a foglalkozásokra, és nekik készítünk csomagot minden évben. Úgy tudom, hogy a héten ez a csomag is elindult, tehát meg fogják kapni még karácsony előtt a gyerekek. Igen, mindenféleképpen szeretnénk karácsony előtt kivinni. Az időjárástól függ, remélhetőleg jó idő lesz, és szombaton ki tudjuk szállítani szintén az egyházközség támogatásával ezeket a csomagokat is a kinti gyerekeknek. Itt azért már egy picit személyre szabottabbak az ajándékok, hiszen látjuk, hogy listával van ön is, és hány éves fiú, lány, mi a kedvence, tehát azért már igyekeznek személyre szabottan ajándékot készíteni. Igen, ugye minden évben azért 10 foglalkozást tartunk, ismerjük a gyerekeket, és tudjuk, hogy ki mit szeret, kinek mit kell fejleszteni, kinek milyen könyvet tudunk adni, mert lehet, hogy ő már 7-es vagy 6-os, de román iskolába jár, akkor neki olyan könyvet adunk, amit esetleg ő is szívesen tud forgatni. Iskolaszereket minden gyereknek próbálunk csomagolni. A plüssöket próbáljuk úgy, hogy ki az, aki a dinót szereti, ki az, aki ezt a fajta állatot szereti, és akkor ez alapján csomagoljuk nekik. Tényleg figyelünk arra, hogy kinek mit adjunk, egy kicsit személyesebbé próbáljuk tenni. És hát azért láttunk itt több zsákruhát is, ami azért nem kerül bele, de gondolom, hogy ezeket is kiviszik, és majd ők fogják ott szétosztani. Így van, a helyi lelkészek segítenek ezeknek a kiosztásában. Ezeket a nőszövetségtől kaptuk, minden évben kapunk tőlük ruhákat az ő gyűjtésükből, és a gyerekruhákat nekünk szokták adni, már várják, hogy mikor tudunk értelmenni, és mikor tudjuk kivinni, meg természetesen az iskolából is hoznak gyerekek ruhákat, és azt is szoktuk kivinni. Úgy tudom, hogy mindenki fog csomagot kapni, akit kell önök foglalkoznak, annak mindenkinek visznek csomagot. Így van, 8 éve viszünk csomagot ki a gyerekeknek, és direkt listával készítjük ezeket a csomagokat, hogy azok a gyerekek, akik járnak hozzánk, akik megjelentek a foglalkozásunkon, azok kapjanak személy szerint egy-egy csomagot. Tehát föl vannak címkézve a csomagok, és úgy adjuk át nekik. Itt lehet tudni, hogy körülbelül hány iskoladiákja hozott, vagy mindenki hozott, tehát ez van, aki csomagot hozott, van, aki esetleg csak egy-két dolgot. Szerintem majdnem mindenki hoz az iskolából, és ha más nem, akkor vagy a kékvödörbe, tehát én például az osztálynak azt mondtam, hogy múlt héten osztályfőnök órára valaki, vagy mindenki hozzon valamit, vagy a kékvödörbe, vagy a cipős dobozba, és akkor ott szétválogattuk, hogy ki mit és hova szán. Ezt akkor fontosnak tartják már a 9-esektől, hiszen azért már ők is bekapcsolódtak ebbe. Így van, minden évben ezt nagyon fontosnak tartjuk. A 9-esekkel szoktuk leginkább, vagy rájuk számítunk leginkább, hiszen ők még azért kisebbek, nekik még több játékuk van otthon, ők még azért ezt jobban tudják válogatni. A nagyobbak inkább már füzeteket, írószereket, ilyen dolgokat tudnak hozni, de nekik is nagyon fontos, hogy érezzék azt, átéljék azt, hogy adnak, és talán fontosabb adni, mint kapni, és más így a karácsony, más így az ünnep nekik is. Én azt mondtam nekik, gondoljátok majd arra, amit most éreztek, amikor ide beadjátok ezeket az ajándékokat, ott majd otthon a karácsonyfa alatt. Akkor szerintem ezt ők megfogadják. Én azt kívánom, hogy legyen jó idő, és ki tudják vinni hétvégén ezeket a csomagokat. Reméljük, hogy az lesz. Most hétvégén is voltunk, és már nagyon várják a gyerekek a csomagokat, úgyhogy bízunk benne, hogy szép idő lesz, és tényleg ki tudunk menni.
Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Veres Dorottyával beszélgetünk, mögöttünk készülnek a csomagok. Te is hoztál a csomagokhoz, segítettél. Te is hány csomagot állítottál össze? Így van, mi is készítettünk csomagot a családommal. Már általános iskolába is csináltunk, és ebbe az évbe is elkészítettünk egy cipős dobozt. És amit hoztál, azt konkrétan egy személynek szántad, vagy csak úgy, akinek majd gondolják, tanárnőjék? Ráírtuk egy lapra, hogy hány éves kortól és milyen nemű gyermeknek szeretnénk, hogyha eljutna az ajándék, és ennek, és így. És mi volt a csomagban, amit összeállítottál? Volt-e esetleg benne neked már nem játszol vele kedvenc játék, vagy mi alapján válogattatok? Hát, mi nagyobb személynek készítettünk, úgyhogy sál van benne, édességek, meg amit úgy gondoltunk, hogy mások is örülhetnek neki. És miért tartottad fontosnak, hogy te is hozzál csomagot? Hát mert az iskolának a szelleme is, és a keresztény ember gondolatait és cselekedeteit a szeretet vezérli, és minden ember örül, ha gondolnak és odafigyelnek rá, és az ünnepek alkalmával ezek az érzések felerősödnek, és karácsonykor jó érzés másokat is megajándékozni, és számunkra nagy öröm az adakozás, és fontos, hogy jó szívvel, örömmel tegyük ezt. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Lippa Jannával beszélgetünk, te hanyadikos vagy? 11. évfolyamos. És akkor te már gondolom nem első alkalommal hoztál dobozni. Mit hoztál idén most? Könyveket próbáltam összeválogatni, meg értékesebb dolgokat, úgymond olvasnivalók, olvasónapló esetleg, és hát egy pár plüss édesség, ami minden gyereknek örül, gondolom. És mi alapján válogattál? Tehát, hogy konkrét személynek, vagy tanárnőkre bíztad, hogy kikapja? Tanárnőkre bíztam, mert nem ismerem őket személyesen. Lánynak, fiúnak? Hát a könyvek inkább lányosak, mert hogy én ezeket már olvastam, és olyat próbáltam válogatni, amit egy lány, gondolom, szeret. Lovak, lányokról szóló történetek, nagyjából ennyi. És miért tartottad fontosnak, hogy te is adakozzál? Hát mindenki örül, hogyha karácsonykor kap valamit, illetve hogy ad, és úgy gondoltam, hogy ezt az örömet megosztani azért élmény. Szerintem ez egy jó kár. És most mit jelent számúra, hogy itt segítesz csomagolni? Tehát jó érzés így segíteni? Igen, nagyon, főleg így karácsony előtt még jobb, de gondolom azért egész évben jobb, bár mondjuk ilyenkor szoktunk csak. És te is örülnél hasonló helyzetben egy ilyen csomagnak? Persze, mert úgy érzem, hogy gondol rám valaki, olyan ember, akit nem feltétlenül ismerek, és mégis úgy gondolom, hogy gondolnak rám. Köszönjük szépen! Köszönöm! Édesség! Valami.